A következő percekben bemutatjuk a Rózsa Kerti Iskola új vezetőjét. Szeretettel köszöntöm a műsorban Gál Zsoltot. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Augusztus 1-től új igazgatója, vezetője van a Rózsa Kerti Iskolának. Honnan érkezett a kerületbe, egyáltalán miért vállalta ezt a felkérést, miért adta be a pályázatot? Én Dél-Baranyából érkeztem, Siklóson élünk a feleségemmel, és Siklós mellett Nagyhassányban dolgoztam egy nagyon pici általános iskolában az elmúlt 13 tanévben. Hát, hogy miért jöttem el, ebben biztosan van némi ambíció, mert hogy amellett, hogy képesítésem is van rá, onnan vezetői tapasztalatot is hozok magammal, voltam az intézmény vezetőhelyettese, vezetője is, úgyhogy felébredt bennem a vágy, hogy újra szeretnék vezetői beosztásba lenni, és nyílt a lehetőség itt, megpályáztam az állást, és azóta minden történelem, ahogy szokták mondani, úgyhogy most augusztus 1-e óta valóban átvettem a vezetői feladatokat, és hát próbálom utolérni saját magam, mert tennivaló azért akad bőven. Milyen tennivalók akadnak itt szeptember első hetében? Hát igazából az a baj, hogy szeptember első hetében még akadnak tennivalók, ez azért nem feltétlenül ideális állapot. Egy picit későn vettük fel az új vezetőséggel a fonalat. Maradtak olyan feladatok, amiket normális esetben az előző tanév végén már megszervezésre kerülnek, úgyhogy most egyszerre nagyon sok folyamatot itt a tanároknak a munkabeosztása, tehát tantárgy felosztással kapcsolatos új diákok, új pedagógusoknak a meghallgatása, a behozása a közösségbe, az ütemterv, az éves munkatervnek az elkészítése mind itt van a nyakunkon, és hát közben persze természetesen egy csomó reprezentatív feladat is van, mert például kedves meghívásoknak kell eleget tenni, és akkor mindezek mellett még nyilván be is például mutatkozni a kerület különböző közösségein belül. Mik a benyomások? Akár a pedagógus karról, a diákságról? Én nagyon élvezem. Én ezt tényleg őszintén megmondom. Biztos van bennem egy ilyen furcsa bekötődés, hogy én szeretem a kihívást jelentő feladatokat. Én nagyon jól érzem magam, nagyon sok segítséget kapok a kollégáimtól főleg, de a fenntartó, tehát a budafoki gyülekezet vezetőségétől, a presbitériumától is. És hát a gyerekek részéről is azt érzem, hogy van egy nagy adag kíváncsiság, meg amikor az ember elsétál a folyosón, és akkor csak hallja, hogy összesutyorognak a háta mögött, meg vigyorognak, akkor már hogy átfut rajta az, hogy jó van, akkor lassan kóstolgató szakaszba fogunk lépni, így megpróbálják az embert, de én ezt élvezem, én ezt úgy érzem, hogy pont ez a közvetlenség jelenti azt, hogy talán úgy gyorsan sikerült közelebb kerülnem az egész közösséghez. Úgyhogy én ezt tényleg abszolút pozitívan, és nagyon jól érzem magam. Úgyhogy. Gondolom a következő hetekben, akár hónapokban még javában zajlik majd az ismerkedés, ugye mind az intézménnyel, akár a kerülettel, de mégis mik voltak azok az előzetes célok, amiket akár a pályázatában is megfogalmazott, hosszú és rövid távú? Hát a legeslegelső az pont a jó a kérdés, mert hogy a legeslegeslegelső dolog, amit írtam a célokkal kapcsolatban, hogy egy igazgatói, egy vezető, egy főigazgatói pályázat az mindig félkész termék. Mert hogy én nekem van egy elképzelésem, de én csak a szikár számokat láttam, amikor én ezt a pályázatot megírtam, és én nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy a partnereket meghallgassam. Most elsősorban a szülőket, a diákokat, a kollégáimat, de a tágabb körben értelmezett partneri környezetet, például a kerületet, a gyülekezetnek az igényeit, a budafoki gyülekezetnek van mondjuk óvodája, tehát hogy akkor az óvodával való együttműködésbe való dolgokat, tehát hogy amit én leírtam, az egy elképzelés, az egy vízió, ahogy szokták mondani szakmailag, de az még nem stratégiai cél, az még nem operatív cél, azok majd most fognak kialakulni. Az első év, tehát ez az első 10 hónap, én már most látom, az biztosan az ismerkedéssel fog zajlani. Annyira sok mindennel kell tisztába kerülni és helyre tenni, hogy az most el fogja vinni ezt a 10 hónapot. Engem is meg kell ismerni. Tehát én nem is belülről jövök, hogy legalább kollégaként ismertek volna, hanem teljesen vadidegen vagyok a számukra, és szerettem volna, ha van egy nyugodt tanév. Most befelé figyelünk, és aztán majd tudunk építkezni kifelé. De most ezt az évet arra szánjuk, hogy megnyugtassuk a folyamatokat, az ingóhajót, és akkor utána fogunk tudni majd a következő évtől a nagy arányú stratégiai célokra figyelni. Amik között, ha az én elképzeléseim meg tudnak valósulni, azt, hogy markánsabban legyen jelen a kerületben az iskola, legyen egy saját egyedi. Ez a rózsakerti. Tehát, hogy amikor valaki azt mondja, hogy rózsakerti, akkor tudja, hogy milyen iskoláról beszél, tudja, hogy milyen a profilja, milyen egyedi kínálatot tud kínálni a szolgáltatások területén,
most itt úgy értve a szolgáltatásokat, hogy tagozaton belül, vagy tehetséggondozásban, felzárkóztatásban, csereprogramokban, akármiben. Ennek a kialakítására nagy igény is van, és nagy lelkesedés is van a nevelőtestület részéről, hogy ebbe a munkába részt vegyenek. Én szeretném, ha a szülők és a diákok is be tudnának vonódni. Szóval, hogy megtaláljuk azt az identitást, amit a rózsakertéref jelent. Ez az egyik cél, ami így kiemelkedett. A markáns jelenlét pedig nyilván a külső partnerség. Intézményekkel, tényleg civil szervezetektől kezdve sport, egyesületeken át mindenkivel. Szeretném, ha az embereknek, ha középiskolára gondolnak, akkor a rózsakertérefi az első között legyen. Probléma, hogyha lehet így fogalmazni, hogy probléma, az talán minden intézményben, ahol ön is tevékenykedett, meg most is jelen van. Ezeket hogyan kell, ön szerint nyilván sok minden függ a problémától, kezelni? Tehát milyen egy jó vezető ön szerint? Ez egy nagyon összetett kérdés, és ha szabad egy picit a labdát visszapattintani, nem is feltétlenül mindig a vezetőnek kell megmondania, hogy milyen a jó vezető. A vezetés elmélet azt mondja, hogy erre a közösség is választ ad. Van olyan, hogy valaki zseniális vezető az előző helyén, van egy zseniális csapat hozzá, de nem működik a kémia. Tehát akkor az kinek a hibája? Is. Így van. Tehát a probléma kezelés, én az őszinteségben nagyon hiszek, és én az eset megbeszélésben, tehát én a kommunikációban, az asszertív együtt gondolkodásban hiszek, én nagyon szeretem végighallgatni mindenkinek a véleményét. Én nem szeretem azt, amikor elkapkodunk egy probléma megoldást. Tudom, hogy vannak olyan problémák, amik azonnali választ igényelnek, általában erre meg a jog ad választ. Tehát azok szoktak azok a problémák lenni, ahol már azért jogszabály is van, és akkor mérlegelésem nekem meg nem túl sok. Bármennyire fáj a szívem esetleg egy-egy esetben, amikor olyan döntést kell hoznom, de a szabályzó azt mondja, hogy nincs mérlegelésed, ezt kell tenned. Hogyha akár mondjuk egy évvel vagy 10 hónappal később leülnénk beszélgetni. Igen. Akkor miket mondana? Most hogyan látja, hogy hogyan telt a tanév? Tehát mit szeretne? Én azt mondtam a kollégáimnak, hogy 2 lehetőség van. Az egyik az, hogy pezsgőt bontunk, és nagyon boldogok vagyunk, a másik, hogy elköszönünk. Most én nem látok más lehetőséget, tehát vannak az intézménynek olyan örökölt vagy viselt problémák, akkor hogyha így fogalmazott, feladatok, én inkább ezt mondanám rá, nem, tehát a problémának azért nem látnám, amit ha sikerül a közösséget úgy segítenem, irányítanom és közben támogatnom is, hogy meg tudja oldani, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki egy hatalmas sikernek fogja megélni ezt a tanévet. Én nem adtam túl sok célt pont ez miatt, hogy inkább azt kértem a kollégáimtól, hogy csináljunk végig egy normális tanévet. Ez így is éppen elég nehéz a mai világban, és most itt abba is hagyom ezt a mondatrészt. De azokra mondjuk az irányítás oldaláról érkező kihívásokra is választ kell adni, ez éppen elég lesz ebbe az évben. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen, sok sikert kívánunk a munkához. Köszönöm.